Létezik-e speciális táp allergiás kutyusnak? Igen. Többféle rendű és rangú ilyen táp is rendelkezésre áll. A legegyszerűbb az egy olyan táp, amelyben egy szénhidrát forrás és egy húsforrás van. Ez a húsforrás általában kacsa, tojás, bárány vagy lóhús alapú, és ezt ha etetjük, akkor nagy valószínűséggel nincs benne az a fehérje, vagy nem lesz benne az a fehérje, amire allergizálódott a kutyánk, hiszen ezek azok a fehérjék, amivel nagyon kicsi a valószínűsége, kicsi valószínűséggel találkozott élete során, tehát ha csak nem valamiféle veleszületett allergia állunk szemben, ami nagyon ritka, akkor ezekre a fehérje forrásokra valószínűleg nem lesz allergiás. Tehát ez egy jó megoldás, de vannak esetek, amikor ez nem elég. Ezekre is gondoltak már a tápgyárak, és megjöttek azok, vagy kialakították azokat a tápokat, amiben gyakorlatilag már nincsen fehérje, hanem csak a fehérjének az alapa építőanyagai vannak benne, az aminosavak. Ezek az aminosavak tökéletesen felszívódnak, és teljes értékűek fehérje szempontból, de mégsem fehérjék, ezért az allergia kikapcsolható velük szemben. Ez már egy nagyon speciális és professzionális szintje a táplálék allergiás állatoknak a kezelésében használatos tápoknak, tehát ez egy ilyen kvázi végállomás, a legprofessionálisabb tagja. Sokszor az egyel kevésbé professzionális megközelítésű táp, egy fehérje, egy szénhidrát alapú táp is bőséggel elegendő arra, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. De leginkább azért mindenképp szükség van arra, hogy tudjuk, hogy milyen allergiával állunk szemben, és ilyen módon ezt diagnosztizálni kell.